innovativo e quindi nuovo, quindi è tutto normale, insomma. Mielőtt a kérdésedre válaszolnék, elkerülendő, hogy kimenjen a fejemből, hogy aztán megemlítsem. Van némi egészségügyi gond Balogh Botival. Tudnélik, az utolsó bajnoki mérkőzésén a Parma keretében kapott egy olyan rúgást, ami tudtuk, hogy van, de aztán kiderült, hogy kicsit súlyosabb, mint amire számítottunk. Úgyhogy egészen máig ő nem is edzett, ma valamennyire már részt vesz az edzésekbe, de Rolihoz hasonlóan ő is egy külön edzéstervet fog követni. Persze a taktikai egyeztetéseken ugyanúgy részt fog venni, mint bárki más. Ami az új szabályokat illeti, ne gondoljatok semmiféle ilyen zárda jellegű szabályzatra, igazából egy kis rendet szerettünk volna újra bevezetni, mert az EB után sok napot töltöttünk együtt, és hát tudjátok, ilyenkor így vagy úgy, valahogy a pontosság, a feszesség egy picit úgy kienged, és ezt szerettük volna visszavezetni a gyakorlatba, de semmilyen különös előírás nincs ebben, semmi olyasmi, amire ne lehetne számítani, egy kicsit nagyobb pontosságot várunk el mindenkitől. További kérdés? Bence, parancsolj! Borbola Bencőke, Nemzeti Sporttól. Hát az elmúlt esztendőkben jó néhány top csapat ellen irányította a magyar válogatottat, ugye Anglia, Németország, és lehetne még sorolni. Hollandia ellen még nem. Hova sorolja a holland válogatottat, a holland labdarúgást ebben a sorban? Illetve, ha még szabad még egy kérdés, akkor Ronald Koeman személyében azért egykori híres holland válogatott játékos irányítja a csapatot. Milyen edzőnek tartja, milyen stílust vár a csapatától? Köszönöm. Visto che me ne dai l'opportunità, rispondo nel dettaglio. Noi abbiamo perso, se non ricordo male, da settembre 2022 ad oggi abbiamo perso quattro partite, una con l'Irlanda in maniera rocambolesca, ovviamente, in contropiede nei minuti di recupero, insomma, a seguito di un calcio d'angolo a nostro favore, una partita che grosso modo nella quale avevamo gestito il gioco, dettato il tempo, il ritmo, eccetera. Poi abbiamo perso due volte con la Germania e una volta con la Svizzera, che sono due squadre che stanno nei primi 15 posti della classifica del FIFA ranking. Nei primi 15 posti del FIFA ranking ci sono 10 squadre europee, fra le quali ovviamente l'Olanda che occupa il settimo posto. Va da sé, non ci vuole Einstein a capire che abbiamo giocato contro squadre che ci sono nettamente superiori. Basta guardare ai nomi dei giocatori che le compongono e a dove questi giocatori giocano, in quali team e in quali campionati. L'Olanda è una squadra sulla carta addirittura più forte della Germania. Che tipo di stile di gioco possiamo aspettarci da loro? Uno stile di gioco dominante, nel quale cercheranno di gestire il possesso palla e nel quale cercheranno di dettare il ritmo. Noi dal canto nostro dobbiamo sapere che ogni qualvolta siamo stati pericolosi contro queste squadre e abbiamo creato loro problemi, è stato quando non abbiamo certo cercato di porre il gioco sul loro piano, perché se volessimo andare a giocare contro gli olandesi palleggiando come loro, dico che sarebbe difficile. Quindi dovremmo adottare uno stile di gioco diretto, dovremmo difenderci molto bene, concedendo loro pochissimo spazio nella nostra metà campo, ed ogni qualvolta ne avremo l'opportunità, dovremmo attaccare con velocità e profondità. Ma non scopro nulla di nuovo. Da quando esiste il calcio,
La squadra più forte gestisce il pallone, il possesso e il gioco stesso. E la squadra più debole deve pressare, deve lottare, deve correre e poi deve attaccare ogni qualvolta l'avversario glielo consente. Dovremmo essere bravi nel fare questo, dovremmo essere bravi nello sfruttare le eventuali palle inattive a nostro favore, cosa che per esempio non abbiamo fatto con la Bosnia. E questo è. Credo che non ci siano grandi segreti. Ah, riguardo Koeman, Koeman è un giocatore, un allenatore che ha avuto un grandissimo passato da calciatore, da allenatore, ovviamente ha la possibilità in questo momento, ha allenato, credo, grandi club, sempre è stato sempre al top, sia come calciatore prima che allenatore dopo, allena una grandissima nazionale, fatta, ripeto, di calciatori tutti, nessuno escluso, anche l'ultimo che è stato convocato al posto di Cobb Miners è un giocatore conosciuto e riconosciuto a livello globale. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di un allenatore che da giocatore prima e adesso da allenatore ha sicuramente l'opportunità di allenare un top team e quindi anche la pressione di dover, la responsabilità ogni qualvolta anche lui si siede sulla panchina della nazionale olandese di dover fare il risultato a tutti i costi, insomma. Ha már a kérdésed megadja számomra a lehetőséget, részletesen fejteném ki, hogy mit gondolok ezekről a dolgokról. Ha jól emlékszem, 2022. szeptembere óta összesen 4 mérkőzést veszítettünk el, és azok közül gyakorlatilag kivonhatjuk Írországot már abban az értelemben, hogy az egy eléggé hányatatott sorsú mérkőzés volt, gyakorlatilag egy saját rögzített játékhelyzetből, saját szögletről egy kontrával szenvedtünk el egy találatot, de végig, aki látta a mérkőzést, az tudhatja, hogy gyakorlatilag mi diktáltuk a mérkőzést, mi szabtuk a ritmust, az egy balszerencsés eset volt. A másik 3 eset pedig olyan volt, hogy 2 Németország ellen, 1 pedig Svájc ellen veszítettünk, amelyek azért mindkét válogatott a FIFA rangsor első 15, vagy a 15 legmagasabbra sorolt válogatottja közé tartozik. Na most, ha ezt szem előtt tartjátok, és ehhez hozzáveszitek azt, hogy a FIFA rankingben Hollandia 7., nem kell különösebben Einsteinnek lenni ahhoz, hogy tisztázzuk magunk előtt, hogy egy különösen az eddigiekhez mérten is különösen kemény mérkőzés kell, vár ránk. Elég megnézni, hogy a holland válogatott labdarúgók hol játszanak, milyen klubcsapatokban, milyen top csapatokban és milyen top bajnokságokban. Hollandia a papírforma szerint erősebb válogatott, mint a német válogatott. Hogy milyen stílust várok tőlük, kérdezed, arra számítok, hogy ők fogják dominálni a mérkőzést, mindesetre erre mindent megtesznek, hogy ők dominálják a mérkőzést, törekednek a teljes körül labdabirtokrásra, és a ritmust is ők fogják szabni. Nekünk pedig tudnunk kell, hogy mikor tudunk veszélyt okozni nekik, mikor tudjuk őket esetleg zavarba hozni. Amit mindenképpen le kell szűrni az elmúlt időszakból, az az, hogy nem szabad megpróbálni az ő játékukat játszani, tehát belemenni olyan párharcokba és olyan cselezést próbálni lehozni, mint amilyet ő igyekeznek megvalósítani. Nekünk nagyon jól kell tudni védekezni, nem szabad a középpályán szabad teret engedni a számukra, ha lehet, akkor, és amikor lehetőségünk nyílik rá, akkor meg kell próbálnunk gyorsan támadni és professzionálisan véghez vinni egy kontrát. Amióta foci a foci, mindig az erősebb irányít, és mindig az erősebb birtokolja inkább a labdát, és ő szabja a mérkőzésnek a ritmusát. Aki pedig papíron gyengébb, annak meg kell próbálnia presszionálni, jól védekezni, és amikor lehetősége nyílik rá, kihasználni a lehetőséget a támadásra. Emellett arra is törekednünk kell, hogy rögzített játékhelyzeteket kihasználjuk,
ami sajnos például Bosznia ellen nem volt igazán sikeres. Úgyhogy nagy titkokat szerintem nem árultam el, de a válaszom eléggé részletes volt. Ami Coman-t illeti, labdarúgóként is óriási pályát futott be, edzőként pedig kiemelkedő klubcsapatokat edzhetett, mindig a csúcson volt, labdarúgóként is, edzőként is. Amióta pedig a holland válogatott edzője, azóta óriási játékos, a válogatott edzőként is óriási játékosokkal dolgozhat együtt. Csak gondoljatok bele abba, hogy akit utolsóként hívtak meg a holland válogatott keretébe, Koop Meyers helyére, ő is egy globális szinten jegyzett, nemzetközi hírű elit labdarúgó. Úgyhogy hát úgy kell ezt a mérkőzést lehozni, hogy odafigyelünk nagyon magunkra, és igyekszünk a lehetőséget kihasználni. De Koopmannak mindig megadatott a lehetőség, hogy óriási egyéni játékos minőséget képviselő labdarúgókkal dolgozhasson együtt, és nyilván, ha valaki egy olyan válogatottat edz, mint a holland válogatott, nyomást is érez magán, tehát aki egy ilyen kis padon ül, annak azon teljesítménykényszer is van, és ebbe is gondoljatok bele, hogy ő bizonyítani is akar majd holnap. Tibi, parancsolj! Pitch Tibor Sportál, ugye hétfő óta dolgozik együtt Szalai Ádámmal. Milyenek az első tapasztalatok? Azt kaptam, amit remélt, esetleg még többet is. Sì, sì, siamo ovviamente per lui la prima esperienza, deve capire ancora certe dinamiche, ma si è messo al servizio a disposizione di tutti, dello staff tecnico e professionale anche, diciamo così, a disposizione dei ragazzi e quindi credo che il primo impatto sia sicuramente positivo, sia dal mio punto di vista che penso dal suo. Nézd, nyilván ez neki egy eléggé új helyzet. Vannak még bizonyos dinamikák, amiket meg kell értenie, de abszolút látszik rajta, hogy maximálisan rendelkezésére áll a szakmai stábnak is, és a srácokat is mindenben segíti, amiben csak tudja. Én úgy mondanám, hogy messze menően pozitív az én benyomásom is, és úgy hiszem, hogy az övé is erről az új szerepről.